Hello mindenkinek, Horváth Ede vagyok a Jukebox 24-től. Mai beszélgető társam ismét Bajnok Attila, itt vagyunk a Rocky Monday-ba, és úgy tudom, hogy a kezedben tartod a következő fél év programjait. Kérlek, mesélj róla, hogy aki ide zarándokol a Budapesti Dessőfi utca 39 szám alá, mi minden csodával találkozhat? Hát a csodákat először is szeretnénk megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának, mert ez anélkül nem valósulna meg ez a programsorozat. Ez nem más, mint a klubkoncertjeink, ami június 30-áig 12 darab lesz ismételten, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az anyagi támogatását az alapnak, meg hát ugye azoknak a támogatóknak, akik folyamatosan adományoznak a bankszámláinkra, úgyhogy köszönjük szépen. A tavalyi évet is nagyon szépen köszönjük. De még mielőtt belemennénk, hogy milyen programok lesznek, azért jegyezzük meg, hogy 2024. év az nem más, mint a rock'n'roll éve, amit kikiáltottunk tavaly augusztus 16-án. Ez ugye 54. április 12-re datálódik, és ebben az évben ez lesz a 70. év, úgyhogy ünnepeljünk együtt. Ünnepeljük együtt a rock'n'roll születésnapját, és Farkas László mester munkájának köszönhetően itt láttok egy logót, amit minden érintett, a műfajban érintett részére el fogunk küldeni, hogyha van kedve együtt ünnepelni a rock'n'rollt egész 2024. évben, akkor tegye meg azt, hogy kiteszi a programfüzetére, vagy a plakátjára, vagy valahova, ahol éppen meg fog jelenni. Ezzel kapcsolatban pedig már megkaptuk az engedélyt, és április 26-28-án lesz az Együtt a Rock'n'Roll Fesztivál itt a Dessőfi utcában. A már megszokott hagyományos rendezvény. A már megszokott éves program. De hogy végigmenjek a koncerteken, 2-10-én megint jön a Sunny a nagy zenekarával, ezen kívül február 23-án a Mester 55 Maestro Bugi koncertet ünnepeljük meg, mármint, hogy a Mester 55. születésnapját egy Maestro Bugi koncerttel. Az biztos, hogy 24-én februárban jön a Duckers, és 3-9-e, ez egy fontos dátum, Boka Bugi Band. Ugye Bokányi Zsolt mindjárt innen Fehérvárról, így van, egy lemezbemutató koncerttel fog érkezni hozzánk. Hát ezt budapestiek nagyon kevesen láthatják, csak mert ugye kevésszer jön ide, de most itt fel fog lépni mi nálunk, úgyhogy mindenkit várunk majd márciusban erre szeretettel. És ha már ilyen unikális dolgokat mondunk, akkor Big Hertman is fellép, ugye? Hermeci Zsolti formációja. Nagyon rég lépett föl, most nálunk először Budapesten hosszú évek után, és ő is egy lemezbemutatóval fog jönni. Ez lesz március 14-én. Aztán március 22-én lesz egy Huba és a Hosen Trogers koncert, az mindig nagyon nagy siker, úgyhogy mindenkinek ajánlom szeretettel. Május 11-én, mert ugye áprilisban még a Jerry Lee Rockabilly Service, Rock'n'Roll Service is jön, tehát először itt látható lesz a Rocky Monday színpadán, vagy a Dessőfi 39 színpadán, mert akkor ők végre én is személyesen találkozhatom velük, mert interjút már készítettem a csapattal még a régi időkben, de most akkor végre személyesen is láthatom, hogy gyújtja fel a zongorát a fiú. Hát reméljük nem gyújtja föl, pedig szokta. De egy oltári jó bulit csinál. Ugye akkor áprilisban utána jön az Együtt a Rock'n'Rollért háromnapos fesztivál. Május 11-én lesz a Rockabilly Roulette koncert, 5-24-én a Jukebox fog fellépni Sunnyval és a Szalai Hubával. 6-15-én meg ismét egy unikum, mert a Red Roasters Győrből feljön ide Budapestre fellépni. Ifjak. Úgyhogy ez a 12 koncert lesz június 30-áig látható itt mi nálunk. Hát és ezen kívül lesznek ugye az állandó programjaink, amiket ha gondolod, elmondok ismételten. Kérlek, tedd meg. Oké. Minden hónap második csütörtökén Elvis Klub van, tehát már lehet írni a naptárba, minden hónap második csütörtöke foglalt Elvis Klub. Minden hónap második péntek, hogy egyszerű legyen megjegyezni, Swing Boogie Táncház lesz, úgyhogy ezt is be lehet írni a naptárba, boogie-boogie-sok, lindisek, stb. Nyugodtan lehet jönni. 3 kiállítás, képkiállítást tervezünk az első fél évbe, úgyhogy arra is várunk mindenkit szeretettel, és ezen kívül pedig ugye a Savoy Garden Tánc Stúdió folytatja a táncoktatást immáron 3 napon,
tehát hétfőn, kedden és csütörtökön, Savoy Garden Rock and Roll, Shuffle Step, Electro Swing, Lindy Hop oktatásokban lehet részt venni, vagy oktatásokon lehet részt venni. Úgyhogy ezt a programfüzetet, amiben ez meg mind benne van, ezt itt a Rocky Man D39 kultúrterében ingyen és bérmentve el lehet vinni. Azért néhány szóban még maradjunk ennél a idén 70 éves a rock and roll tematikánál, vagy témakörnél. Ahogy említettem is, vagy fölhívtam rá a figyelmet kihangsúlyozva, hogy ugye áprilisban most már ez egy hagyomány, hogy a rock and roll szerelmesei itt a Dezsőfi utcában egy nagyszerű rendezvény keretében együtt közösen ünnepelhetnek. Most itt van ez a szép kerek szám, 70 éves lesz a rock and roll. Mivel készültök erre az alkalomra? Erről már néhány titkot elárulnál-e? Nem. A pénteki program az megvan, tehát az már adott, de nem szeretném lelőni a poént, úgyhogy a körítést még szervezzük. A szombati program is megvan nagyjából, de nem szeretném lelőni, mert nem szeretnék előre beszélni erről. A vasárnapi program meg nagyjából megvan, de az meg akkora meglepetés lesz remélhetőleg. Úgy legyen. Amiről meg ezért nem szeretnék beszélni, mert hogyha nem jön össze, hát igen, akkor meglepődünk, hogy nincs semmi. De ha összejön, akkor viszont egy nagyon jó buli lesz, úgyhogy háromnapos lesz a program. Péntek este fogunk kezdeni 6 órakor, ezt is megsugom, este 6-kor az Elvis Parkba, ott fogunk kezdeni, onnan jövünk majd ide át, de a részleteket nem árulnám el. És akkor szombat-vasárnap természetesen megy a buli, megint lesz díjátadó ünnepség, ugye kultúránk őrzőjedi. Nagyon remélem, hogy Endre itt lesz mi nálunk április utolsó hétvégén, és az igazi Elvis című könyvét fogja tudni dedikálni továbbra is. Ezen kívül nagyon érdekes dolgokat szereztünk be fülbevalók csajoknak, úgyhogy ezt is meg lehet kedves itt lenni. Kedves Jampi, itt öltözködésben is nézd segítenek. Nézd meg, Elvises, látod, feliratos Elvises, képes Elvises. Hát, akármennyire is nyomatod nekem, én nem fogom hordani. Nem. Na és hogy az old school-ra is gondoljunk, CD-ket is lehet itt nálunk vásárolni, kvázi ez most a V8 Trio CD-je, és ez a másik pedig a Kiss & Stop CD-je, úgyhogy mindenféle rock'n'roll és ezzel kapcsolatos dolgokat meg lehet itt találni mi nálunk. Valamilyen szinten benfentesként hadd mondjam azt, hogy amiről most ilyen homályban maradóan említett Attila, tehát tényleg nagy durranásokra számíthattok ebben az évben. Szurkoljatok nekünk, hogy tényleg összejöjjön minden abban a formában, ahogy azt megálmodtuk, mert piszok jól fogjátok érezni magatokat. Tehát csak azt tudom mondani, hogy véssétek be a naptáratokba jó erősen, akár még filccel is, hogy véletlenül se hagyjátok ki ezt a dolgot. Az időpontról még erősítsük meg, hogy pontosan mikor lesz ez? Tehát melyik ez a... 26-29, de hogy 26 és 29 között, de hogy legegyszerűbben fogalmazzam meg, április utolsó hétvégéjén lesz a párti, és hát még azért azt hadd tegyem hozzá, hogy támogassatok minket az adótok 1%-ával, ugye május 20-a határidő, tehát vagy aki egyéni vállalkozó előbb írja be a támogatási lehetőséget, úgyhogy ezt nagyon megköszönjük, mert ez egy nagyon jó visszajelzés arról, hogy milyen támogatott az egyesületünk maga, úgyhogy ezt köszönjük. Ezen kívül nagyon szépen köszönjük még, nem kifejezetten D39 program, de az egyesületünk programja, Nemzeti Kulturális Alap ismét adott pénzt nekünk a Roki Suli programunkra, úgyhogy folytatjuk és megyünk a sulikba terjeszteni az igét. Úgy legyen. Úgyhogy ez is még ránk vár ebben az évben. Itt is köszönjük szépen az Andorai Péternek, a Bóbis Lacinak és kedves nejének, hogy segít minket, meg köszönjük szépen a Tom White-nak és a Rikinek, ugye a Schiffler Patriknak, hogy szintén benne van a csapatban, és ezzel is erősíti a programunkat, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Most jutott eszembe, hogyha netán most ezt a hirdetést egy zenekar hallotta, és valamilyen módon szívesen részt venne ebbe. Van még mód arra, hogy jelentkezzenek zenekarok erre a rendezvényre? Mármint, hogy az a fellépése, igen. Meg kell nézni, bocsánat, mód van rá, hogy jelentkezzen, azt nem ígérem meg, hogy ebbe az évbe be fog férni, mert akkor ki kell tennünk mást. De ugye olyat szeretnénk mindig megszólaltatni a színpadon, aki
valamilyen szempontból valamilyen unikum. Tehát most is itt a programfüzetben ugye kapásból három unikális koncertünk lesz, vagy legalábbis nekünk az unikális koncertünk lesz, és szeretnénk a színpadon is ilyen fellépők lennének. Egyébként meg azok, akik ezt a szubkultúrát elég erőteljesen csapattal is tudják képviselni, hogy minden további nélkül lehet jelentkezni, mert jövőre is van év, tehát itt leszünk. Így van. Úgyhogy hajrá! Együtt a rock'n'rollért. Együtt és kitartóan. Kedves hölgyek és urak, Jampecok, Jampipik, Hot Rod Gang tagok és Jukebox betyárok, Bajnok Attilával beszélgettem, és hát, amit hallhattátok, rengeteg nagyszerű programmal várnak itt benneteket. Sziasztok! Köszönjük szépen a Horváth Edének. Sziasztok!